De azért ezt tudom, hogy jó? A felajánlott számítógépet veszi át az egyik szekszárdi anyuka. Összesen 13 család kap használt számítógépeket, amiknek köszönhetően a gyerekek távoktatása válik könnyebbé. Horváth Rita 16 éves kamaszfiának vihette haza az elektronikai eszközt. Neki sajnos olyan gépe van, ami nem tartalmaz olyan programokat, amikor az iskolában ugye adnak fel olyan feladatokat, programok vannak, ami az ő gépében nincsen, és így ez nekünk nagy könnyedséget jelent, hogy meg tudjuk vele oldani a feladatokat, és tudjunk neki segíteni. A számítógépeket a Tolnatáj Televízió ajánlotta fel. Csatornák vezérigazgatója azt mondja, a digitális oktatás bevezetése sok családot és diákot állított nehéz feladat elé. A felajánlott számítógépek az ő otthoni tanulásukat tehetik könnyebbé. Nem lehet hiányozni, mert ha nem kapcsolódik rá a programra, akkor tulajdonképpen elmarad a lehetőség arra, hogy az iskolai feladatoknak megfeleljen. Tehát ilyen szemben borzasztó fontos az, hogy minden családban legyen legalább egy gép. Ács Rezső szekszárd polgármester azt mondja, a város önkormányzata nagy hangsúlyt fektet az esélyegyenlőségre, ezért a helyi humánszolgáltató központ munkatársai olyan családokat választottak ki, akiknek igazán nagy szükségük volt a távoktatáshoz egy számítógépre. Szeretnék, ha az esélyegyenlőséget mindenki számára tudnánk biztosítani. Technikai akadály ne legyen annak, hogy valaki részt vesz a képzésben, vagy nem vesz részt. Ez az akció, ez meghallgatásra talált, és a mai napon több mint 10-13 darab számítógép felajánlás érkezett. Szekszárdon nem a mostani volt az első alkalom, amikor az önkormányzat és egy helyi cég együtt segített rászoruló családoknak, hogy így tegyék könnyebbé a digitális oktatás időszakát. Áprilisban Ács Rezső polgármester már 30 darab számítógépet átadott, akkor a kábel szolgáltató TAR Kft. Azt vállalta, hogy ingyen beköti az internetet azoknak, akik ezt kérik, és hátrányos helyzetűek. A tanév végéig esedékes előfizetési díjat pedig a szekszárdi székhelyű cég és a város önkormányzata együtt vállalták.